Azért, hogy minél több emberhez eljutassuk az igazságot, a demokratikus koalíció aláírásgyűjtésbe kezd az orbáni áremelkedések, az orbáni inflációt kiváltó Orbán rendszer ellen. Magyarország legnagyobb ellenzéki közössége hetek óta arra készül, hogy ma reggeltől kezdve 10 napon keresztül az utcán legyen az egész országban, mint egy 1000 alkalommal, tehát több mint 1000 kitelepülés alkalmával, és mindenkinek a kezébe nyomja ezt a nálam látható szórólapot, és mindenkit megkérjön arra, hogy írjon alá az orbáni infláció ellen. Magyarok millióinak fogjuk elmondani az igazságot, azt, hogy Orbán Viktor emeli az árakat, azt, hogy Orbán Viktor miatt élünk rosszabbul, és amíg Orbán Viktor marad, addig marad az orbáni infláció is. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy írja alá az orbáni infláció elleni petíciónkat, mutassuk meg minél többen Orbán Viktornak, hogy miatta és kormánya miatt élünk rosszabbul, ők a legnagyobb akadályai a magyar emberek boldogulásának. Mutassuk meg, hogy elegünk van az orbáni inflációból, elegünk van az áremelkedésekből, nem az áraknak, hanem a béreknek és a nyugdíjaknak kell emelkedni a Magyarországon. Ahhoz, hogy letörjük az orbáni inflációt, az kell, hogy Orbán Viktor távozzék az ország éléről, de az árnyék kormány addig is megtesz mindent, amit csak kell. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány azért dolgozik, hogy letörjük az orbáni inflációt, és Magyarországon ne az árak, hanem a bérek és a nyugdíjak emelkedjenek, ezért mára az árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye.